Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv 1 hullámhosszán, 41 méteres sáv 2 hullámhosszán és a 25 méteres sáv 1 hullámhosszán. Az angol rádió híreit adjuk. A tengeren jövő és a repülőgépen szállító csapatok kapcsolatba léptek egymással. A Normandiában lévő szövetséges csapatok elfoglalták Bayeux városát és elvágták a Bayeux kalandi utat. A tengerről és a levegőből is újabb csapatok érnek földre. A csapatövezetből a szövetséges légierők tovább folytatták szintelen támadásaitot. Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a Német Birodalom ezt a háborút elvesztette. Meg kell, hogy mondják ennek következményeit, mert amint azt a nagy német államférfi Bismarck mondotta, egy nép sem áldozhatja fel magát a szövetségi hűség oltárnál. Műsorunkat megszakítjuk települési veszély éjszak. Mindenki vezetek! Bizony az. Mi az maga élt hozzá? Hát, ez majdnem olyan hangszer, mint amikor még fiatal koromban egy Klezmerbenben játszottam. Csodálatos. Gyönyörű hangja van. Kicsit meg kell olajozni. Van olaj is? Csodálatos. Márton nagyszerűen játszott. Gratulálok. Hát ennek nagyon örülök. Mit szólna hozzá, hogyha a király udvarába előadnánk egy revüképet? Revüképet? A perzsa korban? Igen, egy igazi Klezmer. Ki erről se hallottam még. Tehát a helyszín a király udvar. Aggasztó hírek érkeznek keletről. Ez történik akkor, amikor az embereim, az alattvalóim engedetlenek, és fontosabbnak tartják a saját kicsinyes érdeküket a birodalom érdekeinél. A hatalom nem játék, nekem az a cél, a birodalmat ne érje veszély. Törvényeimmel azt rendelem el, hogy aki itt él, segíteni kell. Letöröm róluk a rabszolgaigát, elfelejtik majd azt, ami fájt. Aztán jön még tán egy pár évtized, és ez ifjakból egy új nép lehet. Széthúzás már nem fenyeget, a hatalom nem játék. Nekem az a cél, a birodalmat eltöltse a fény. Törvényeimmel megkövetelem, hogy aki itt él, hűséges legyen. Veszélyes kisebbségi identitás, nem hagyhatom e földön éljen tovább, a többi legy nép közé szórom őket szét. Nem lesz többé már moabita mép, csak az egységes nagy perzsa nép, mert az etnikai identitás veszélyes húz, ezt kell, hogy meglásd. Meg kell legyen, ezt kell tegyem, és a széthúzásnál nincs kegyelem.
gyönyörűen szépüljön, úgy, ahogy kell! Legyenek azok, akik hírét veszik olyan népcsoportnak, amelyik legfontosabb feladatának éppen ezt az identitása megőrzését tartja. Amint mondtam, a lázadókat szét kell szúzni. Nincs létjogosultságunk a birodalom területén. Szabad szólalom, hatalmas birodalmad érdekében. Szóljál! Van egy nép, amely elszórtan ugyan, de magukat elkülönítve élnek hatalmas országodnak minden területén. És törvényei különböznek minden más nép törvényeitől. És a király törvényeit nem teljesítik. Szerintem a királynak nem illik úgy hagyni őket, ha a királynak tetszik, hozasson olyan rendeletet, hogy ők elveszítessenek és a tengerbe üzessenek, és 10 000 talentum ezüstöt vérek a hivatalnokok kezeibe, hogy felséget kincstárába vigyék. Látjátok? Így beszél az olyan ember, aki fontosabbnak tartja a birodalom érdekét a sajátjánál. Az ezüst mind a tiéd legyen, és a nép is, amelyről szóltál. És cselekedjél úgy velük, ahogy neked tetszik. Fogd hát a hatalom gyűrűjét, a király pecsét gyűrűjét. Írjad! Ez Hámán parancsa a király fejedelmeinek és kormányzóinak Perzsia összes tartományába. A 10. hónap 13. napján öljenek meg és semmisítsenek meg minden zsidót! Lenébe, elfog a tinta? Hát jó ez. Ifjúdol a vénik, asszonyokat és gyerekeket egy napon! Adár hónap 13. napján! A jelentés másolata jusson el minden tartományba, és seves vitárok vigyék azonnal! Snell! Javul! Ez a parancsolat kelt Ahasvérus király nevében, és megpecsételtetett a király gyűrűjével! Mámorító hatalom, pusztítod, ha akarom, ácsoljátok a vitót, Moldáj majd lógni fog, és szívemben a gyűlölet. Minden férget eltemet, végleg ejtem. Na mi van, nem tetszik valami? Végleg eltemet! Tetik a Hámán rendelete a király nevében. Az idő, és akkor leszámolunk veletek ti, zsidók! Thank you.
Nézzétek! Nézzétek, mit találtam! Azt írja a zsiga. Tudjátok, a Móric. Azt írja. Közeljövőben ezek a legnagyobb világbirodalmak, ahogy állanak politikai szempontból, mind kérdésesek. Kérdésesek. Mert létezni fog egy világbirodalom, ahol nem lesz halál. Nem lesz halál. Meghal a halál! Azt írja, ahogy egyszer vízözön által lett rendezve az egész emberiség, most is meg lehet, hogy tűz által megemésztetve tisztítatik meg az emberiség és a világ mindenség. Tűzzel! A következő helyszín a királyné udvara. A királyné különböző történeteket szokott mesélni udvarhölgyeinek, amit most is tenni fog. Az udvarhölgyek pedig áhítattal hallgatják őt. Királyné, Eszter királyné, mesélj nekünk valami újat, érdekeset, Izrael népének történetéből. Hát jó. Amikor a nép elszaporodott Egyiptom földjén, egy olyan fáról került hatalomra, aki gyűlölte és sanyargatta őket. Pedig egykor József egyik ősatyuk volt, Egyiptom második embere, mint itt Dániel néhány évtizede. Emlékeztek Dánielre? Bölcsember volt, atyám, nagyon tisztelte őt. Nos, miután a fáról látta, hogy kegyetlensége nem hoz eredményt, és nem fogyatkoznak, hanem egyre többen vannak, úgy rendelkezett, hogy minden születendő fiú gyermeket a zsidók közül megöljenek. De egy gyermek, Mózes, csodálatos módon megmenekült. Fáraó leánya fiaként nevelte föl. Mózes, miután felnőtté válva megtudta származását, a népet sanyargató fáraó egyik katonáját megölte. Aztán elmenekült. Csak 40 év múlva tért vissza, hogy megszabadítsa népét egy láthatatlan kéz erejével, amely csapásokat mért Egyiptomra, megszégyenítvén bálványaikat. Tizedik csapásként pedig a halál angyala elpusztított minden elsőszülöttet. És mindenki meghalt? Nem, mivel az ő istenük meghagyta, hogy házanként vágjanak le egy bárányt, és a vérét kenjék jelül az ajtófélfára,
és szemöldök fára. Hogy azok, akik ezt megcselekszik, elkerüljék ezt a csapást. De ki és hogyan? Egy bárány véréért? Igen, azok, akik hittek és megcselekedték. Mert Izrael istenének angyala is eljött, és nem engedte bemenni a pusztítót oda, ahol a feláldozott bárány vére volt. Ezzel megoltalmazta az elsőszülötteket. Néhány órája, felség. Kínül a városkapuba megszaggatott ruhában, és keservesen kiáltozik. Tegnap olvasta el Hámán új rendeletét, melyet az egész birodalom területén kifüggesztett. Mondd meg neki, hogy amint kér, az lehetetlen. Azt még a gyermekek is tudják, egész Perzsia területén, hogy aki hivatlanul megy be a király elé, egyetlen törvénye van, hogy megölessék! Ha csak! A király az ő aranypálcáját ki nem nyújtja rá, felség. De engem a király már egy hónapja nem hivatott magához. Ne gondold, hogy te a király udvarában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Ha mostani időben te hallgatsz, akkor máshonnan lészen szabadulásuk a zsidóknak, és ki tudja, tehát ezért az időért jutottál királyságra. Menj el, és mondd meg Mordehájnak, gyűjtsön egyben minden zsidót Susán városában. Böjtöljenek értem, ne egyenek és ne igyanak 3 nap és 3 éjjel. Én és az én leányom is így fogunk böjtölni. Harmadnapon pedig bemegyek a király elé a törvény ellenére. Aztán, ha elveszek, hát elveszek. Nemzetsége halálra száll.
bánva. Sírás és jajszú, minden hiába. Bemegyek a király elé törvény ellenére. Hát, ha szavam meghallgatja, s arany pálcáját kinyújtja rá. Ragyogó fénysugár, mi az, mi oly fontos néked, hogy kockára tegyed az életed. Felséget vesz, az az én utam, szívemben őrzőn, az én uram, királyom, ha szemed rám tekint.
amit kérhetsz, hisz váron, legyen az a fél országon. Nincs oly csillag az égen, mely nem néked ragyogna, lelked fény szór az égen, hát szólj, csak szólj. Ha tetszik neked, akkor várnak, hogy jöjj, s magaddal hozzad el, ha már is húznak, királyom, a szemed, rám tekint, de most kedvez, vendégül látnálak, kertembe titeket. Jöjj! Jöjj, Eszter! Az ország fele is megadatik néki. Ha kedves vagyok a király előtt, jöjjön el a király és Hámán, a lakomára, amelyet készítettem. Az ilyen kérésnek nem lehet ellenállni. Hámán, hallottad a meghívást? Királyné. Királyném, remek ízlése van. Mondd, Eszter királyné, mi a kívánság? Az ország fele is megadatik néked. Ha kedves vagyok a király előtt, jöjjön el a király és Hámán, holnap is a lakomára, amelyet készítek, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. A királyné kíváncsi rá tesz bennünket, de legyen! Holnap ugyanitt, ugyanannyit köteles mindenki enni és inni, mint a mai napon. Királyné.
Jó é. Mennyit fizetnek magának ezért? Ugyan? Ugyan. Hát csak nem gondolja, hogy azt hiszem, ingyen viszi vásárra a bőrét. Már.
Az anyakas zsidó minden örömemet elrontja. Ó, mennyire tehetetlen vagyok. Úgy érzem, nem bírom ki már ezt a pár hónapot. Minden kitűnően sikerült. A vírus az oldalára ültetett. Láttam a tanácsosok szemében az irítséget, ó, micsoda mámor volt. A csillagok úgy tűnik tényleg nagyon szeretnek. És képzeld, a királynő név szerint meghívott újból a holnapi lakomára is, na? Hát akkor meg mit jaj veszékelsz úgy? Még nem mondtam végig. Amikor indultam hazafelé, egyszer csak összetalálkoztam vele. Kivel? Kivel? Életem keserűségével. Megrontójával. A legáldázabb ellenségemben. Addig nem nyugszom, amíg nem végzek vele mordájjal. Ezzel a ravasz kígyóval. Hogy térded nekem. És ahogy néz, olyan metszően. Mint aki tudja. Mint aki tudja, amit csak mi tudunk. Micsoda? Igen. Mint azt mondaná. Tudom ám, hogy kapaszkodtál fel idáig. Tudom ám, hogy te vagy a király rendelete mögött. Tudok rólad mindent. Hadd már. Csak képzelőd. Rossz a lelki ismereted. A király pecsétje van rajta. Nem. Érzem, hogy ez az ember veszélyes. Meg kell tőle szabadulni. Lehet, hogy kémei vannak a király udvarban. Lehet, hogy kiszivárogtak információk. Hidd el, hogy tud valamit érzem. Lehet, hogy van még valaki az udvartartásban, aki zsidó. Talán valamelyik tanácsos? Vagy őr? Vagy rabszolga? Vagy... Vagy... Hülye! Megmondtam már, hogy csak képzelőd! Nem emlékszel? Mindenkit leinformáltál? Zsidókat mind elintézted? Igen. Igazad van! Ha nem tudod, hogy a Mordáj semmi! De mégis, olyan fura a tekintet, ahogy néz, beárnyékolja a napjaimat, elrontja az örömömet, úgy érzem, nem bírom már a képet nézni egy napnál se tovább. Várjál már! Nem azt mondtad? A királyné nagyon kedves volt hozzád. Nem is hívott a lakomára más név szerint, csak téged? Hát igen. Hát persze nem csak velem kedvesem, mindenkire mosolyog. Udvarias. Hát ő egy ilyen. Igen, ilyen jó fajta. Megmondtam már, hogy mit csinál! Ácsoltass egy 50 könyöknyi magas fát. Okozz rá, Mordehály. Te meg menj a lakomára, vígan! Akinek ilyen kivételezett a helyzet, az megengedheti magának ezt a kis jutalmat. Te bölcs asszony, mire mennék nélküled? Már is intézkedem.
hogy megismerhetem a sorsomat, hozzád fordulok, el nem futok. Megtartom, királyom, megvádom. Szállj, mert oly megnyugtatom, ha hangod átölel, felé nyújtom kezem. Jöjj, mert hozzád rohatom, nincs más szabadítom, aki ürül. De nem tudom még, hogy honnan is várhatom én. Csendben hallgatom, hát ha megtudom, a hajnali szél hozhatja a válaszom. Csend hodol most mindenütt, mi roppant a tartomán. De miért riaszt, hogy ellenség támadhat ránk? Azt hittem, hogy kincseimben nincs hiány. Egy hangos súgja bennem, hogy sokkal több vár ránk. Valahogy most rám talált egy fénysugár, megvilágítja ezt az éjszakát. Nem értek még minden szót, de hallom már, a szél suttogja fülembe, hogy jön a nyár. Nyugtalan szívem már újra vágyik rá, hogy megérthessem a friss elő szavát. Nem értem, hogy nyugtan. Őrség! Király! Őrség, hozzátok kell a történetírót. A történetek emlékkönyvében azonnal!
Olvas fel. Csak tagoltam. S mit olvasok, felség? Csak úgy találomra, csap fel valahol. Niszán hónap 14-én a Hasvérusra, Perzsia fényességes uralkodójára, alaptalanul és ok nélkül megharagudott Viktán és Téres, a király két udvarmestere, és galád módon elhatározták, hogy megölik a királyt. Hogyan? Hogy vagy előni, nem tudok. Uram, az összeesküvést lelepleztük. Az udvarmestert megbüntették. Nem akartuk ilyen aprósággal zavarni a királyt. Apróság! Merénylet a király ellen neked, apróság! És aztán mi történt? A Mordehály leplezte le az összeesküvést, uram. És ez a Mordehály milyen kitüntetést kapott? Milyen jutalmat kapott ez a hős? Semmilyen jutalmat nem kapott, uram! Ámán az uram! Engedjétek be! Kedves barátom! Épp jókor jössz! Mondd! Mit kapjon az az ember, akinek a király tisztességet kívánt tenni? Hát, ugye? Annak az embernek, akinek a király tisztességet kíván, hozzanak neki királyi ruhát, amelyben a király jár, és hordozzák ők lovon a város utcáin, és kiáltsák előtte, hogy így cselekszelek azzal a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. Nagyszerű bölcs válasz. Akkor eképpen cselekedjél. Hozd azokat a lovakat, azt a ruhát, ahogy szóltál. És eképpen cselekedjél a zsidó Mordehájjal. És semmit el ne hagyj abból, ahogy szóltál. Főnök! Új híreim vannak! Na, sikerült a bejáratot kiásnom. Kifér rajta most már egy ember. Szólok is a többieknek. Menekülhetünk! Eszedbe ne jusson! Értettem! Elintézed, ahogy szóltál. De mondd, miért lógatod az orrod? Ez tiszteletlenség a királynével szemben. Bocsásson meg, felséget, talán a változékony időjárás majd kicsit fáj a fejem, de mindjárt összeszedem magam. Eszter királyné, mondd, mi a kívánság? Ha az ország fele is megadatik néz. Kegyelmet leltem szemeid előtt, kegyelmes királyom. Ha néked is tetszik, egy nemzetnek kegyelmét kívánom. Kiket eladtak? Nemzetség. Pusztulást!
megsemmisíti. Sorsot vetett a gyilkos rá. Ki az a nép, aki annyit ér neked, hogy nem féltetted érte életed? Legyen az bármely rendeletemmel, becsétet adok, ha elárulsz. A sidó népet ad nekem, kegyelmes királyom, a sidó népet! A sidó népet, azt nem lehet! A királyném kéri, nincs ember, senki, aki rendeletemnek ellenállhatna. A felséges királyom, ez az a nép az, amely rendeletetek mindig ellene állt. Rendeletemmel! Rendeleteddel, királyi pecséttel, és tűzzel, vassal írhatod írmagját. Felséges királyom, ez az igazi veszély, megfertőzik földedet, törvény alól bújva. Írtsad, vágjad őket, míg nem lesz, mint hulla. Üssed, vágjad őket, míg nem lesz, mint hulla. Így tisztul meg a nagy nép, írts ki őket, míg egy kísér! Lázadás nem játék, kedvesem, ezt meg kell, hogy értsd. Hámán szólt ő a főtanácsnak, mindent nagy gonddal ért. Az lázadó volt Mordehaj, ki megmentette életet, hogy elárulta gyűlölőt, ki kívánta önvégzetet. Mit tehetnék? Mindenem a tiéd. Hogy megmenthetném? Hogy mégis kiírtod e népet, öld meg hát elsőként saját feleséget! Hogyan? Hogy te is? Ő is? Kicsoda ez a nő? Érzem a bajt, férjem szivatarban, hát nem megmondtam én. Megmondtam én. Annyira zsidó. Ki az és hol van, élve vagy holtan, hozzátok gyorsan, hamar elém. Hogy mert így tenni, szívébe venni, hozzátok gyorsan, hamar elém. Hogy leszakítsa legszebb rózsám. Ki az? Az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Királyom, tudnod kell, ki az ellenséget. Királynő, kérlek, bocsáss meg! Hogy merészeled? Erőszakot tenni a király jelen, a király udvarában! Felség! Készen van az akasztófalmért! Hámára jössz, mondd állj, adszál! Akasszátok őt magát rá! Nekem már vége! Velünk! Ebből elég! Mit képzeltek magatokról, mérgek? Ezt hiszitek majd? Végigjátszom ezt a macska
játékot? Nem, mi történt? Ha nem tudjátok, ki vagyok én! Gyere vissza! Ha nem tudjátok! Mi ütött el? Mi nincs vége? Végeztem! Hámori! Magával megyek, ahogy megígérte. Takarodj! Mari! Gyere utána! Főnök! Ne hagyjon itt, főnök! Főnök! Főnök, ne hagyjon itt! Megyek! Megyek, főnök! Hol meneküljenek! Ő egy nyilas! Micsoda? Tisztelöm mindenkit meg, ő menjenek! Hogy? Majd én félrevezek. Menjenek! Mindenki, meneküljön fel! A csomagokat gyorsan! Annak, menjen! Vigyázz meg! Egy láthatatlan kéz
most szívem kőfalán. Vedd hát lelkemet és szívemet, vedd, aki igazán szeret. Vedd, ha kell, mindenemet. Most rám talált, s megértette azt, hogy mi fájt. Eltörölte éjszakám, bármit adnék értem ám. Vedd hát, vedd hát. Majd én itt maradok. Mert ha valóban létezik az a láthatatlan kéz, akkor miért ne bíznám rá az életemet éppen most? Odakint még folynak a harcok. Ha sikerült az omlást megnyitni, még nincs sok értelme kimenni. De mi kifelünk bent, ha nem most, akkor nem sokára. Ameddig ránk nem találnak a megmentők, vagy ki nem jutott, mi lenne, ha befejeznék a történetet? Benne vagyok. Akkor a helyszín a királyudvar. Hős Mordehály, ma tudtam meg, hogy aki közel áll hozzánk, nem mindig a barát. És aki távol van tőlük, lehet, hogy jobban szeret. Ámán vagy gyűlöletében kiterjesztette haragját rád, de nem csak rád, hanem az egész népet. El akart pusztítani benneket. De te, Hős Mordehály, te érdemled a hűségét. Betelt.
Neked adom Hámán minden birtokát, vagyonát, amilyen csak van. Ha a királynak tetszik, és ha kegyet találtam ő előtte, és ha helyes dolog a király előtt, és én kedves vagyok az ő szemei előtt, irattassék meg, hogy vonattassék vissza az agági Hámának zsidókról írt rendeletei, mert hogyan tudnám végignézni az én atyám fiainak nyomorúságát és pusztulását. Nem kell félned ezt a királynak. De lám, megtakadtam Hámán minden vagyonát, amilyen csak van. És amit a király pecsétgyűrűjével megpecsétette, az az írás vissza nem volt. Írjatok át ti, és pecsételjétek meg a király gyűrűjével. Mentsétek meg a népeteket, és küldjétek el az írás sebes paripákkal, mind a 127 tartományba, Indiától Szerecsenország. Hát eddig tartott a történet, a szövegkönyvben. De én úgy tudom, az írásokban van folytatása. Hát, most már engem is érdekelnek ezek a bizonyos írások. Segítettem egy láthatatlan kész. Megengedte a király a zsidóknak, hogy bárhol egybegyűljenek, és megvédjék magukat. A zsidóknak világosság támadt, öröm, vigasság és tisztesség. És sokan a föld népei közül zsidókká lettek, mert félelem szállta meg őket a nép miatt. És Ádár hónap 13. napján megvédték magukat nagy győzelemmel. Ezentúl Ádár hónap 14.-15. napját évről évre megünnepelték, mert keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult. A szegényeknek adományt, egymásnak ajándékokat küldtek. És elrendelték, hogy ezek a napok emlékezetben maradjanak, és megtartassanak nemzedékről meg nemzedékre. Mindegyik családban, mindegyik tartományban, és mindegyik városban. És a Purim eme napjai ne tűnjenek el a zsidók közül, és emlékük ne szűnjék meg. Magzatuktól! Hey! Csodák, gyógyulások történtek a földön, anyjához a gyermek, hozzá úgy kötődöm. Minden törvény Izraelnek lépte.
Alikám, folytasd a nagy szájúval! Pari! Pari! Na? Akarom? Ali! Nem tudom megtenni! Ali! De... most eljön. Ali. Elég volt! Elég volt az ő! Alika! Ali! Alika! Térj észre, Alika! Készülj! Ali! Térj észre! Ali! Bírom megtenni! Nem bírom! Nem bírom! Figyelsz! Most végetek van! Megmondtam, hogy ne tegyétek a biztosítékok alá! Szerencsétlen banda! Ne aggódjatok! Hát tudunk próbálni! Hát kijavítottam a biztosítékokat. Gratulálok! Köszönöm! Pár óráig eltakod, de... Egy kicsit értek hozzá! Kicsoda! Addig legalább elmeséltem a történetet. Majdnem! Na jó, értem, hogy a jövőnyeri. Talmát, azt még nem mondta el senki, hogy mi lett ez a Hamasszal, vagy hogy hívják. Hamasz, te szerencséd, Haman! Haman! Az emberek! Amikor ünnepelni kezdtek, akkor bejött ez a Haman, ez a Hámori, és ráfogta a fegyverét Mordehára, és akkor jött Bella, és BUM! És kit lőtt le? Lelőtte magát? Vagy kit lőtt le? Na mondd már! Biztos ezt a nagyképű Mordehát! Remélem, jól lezúzta a húzmikat. Képzeljétek el, hogy egy kislánytól kapott ez a Bella egy könyvet. A Bibliát. És ahogy meglőtte Hámán, Hámi, felfogta a golyót. Micsoda? Sérhetlen maradt, a nagyapám megőrizte. Egyszerűen szétcsapódott rajta. Megúszta. Csoda? De Hámori nem. Na. Felkötötték az első kandelláberre. Így kellett neki. Megérdemelte. Palit nem kötötték fel. Pali megúszta, mert közben jártak érte a túlélő. Aláírás gyűjtöttek érte, úgyhogy megmenekült. Ja, itt a Schindler lista, mi? Na jó, nekem most már belegem van. Nézzük meg, hát valami jó kis süti van a tévében. Elég volt a zsigerségből. A mai napon megtartott holokauszt megemlékezésen elmondták, hogy Magyarországról 1944 és 1945 között 600 ezer zsidó származású magyar állampolgár és több tízezer etnikai foglyot többek között romákat is deportáltak és küldtek haláltáborokba, Birkenaukba, Auschwitzba. Ez a csapból is ez a... Majd megmondom, micsoda folyik, elegem van már belőle! Miért kell ideget szolgatni? Az ez idő alatt Palesztinába települt zsidók 1948-ban egy ENSZ határozat alapján megalapították Izrael államát. Ez a 60 évvel ezelőtt történt! Emberek,
Hát maga ilyen nem történik! Sok jelentkező számára nagyobb jelentőséggel bír az a gondolat, hogy Izrael el kell törölni a föld színéről. Én nem szeretném, hogy Izrael rajta legyen a világ térképe. Ez a felfogás már két generáció óta beírta magát ebbe az országba, úgy mint az is, amit az új iráni vezető nem győz eleget hangoztatni beszédeiben. Izrael szionista kormányzata egy olyan rohadt száraz fa, amely egy csapásra meg fog semmisülni. Az újonc önkéntes merénylők azt mondják, nem tudnak várni. Közben ezek a férfiak és nők, akik önmagukat látják a videókon szereplő időbombákat magukra kötő emberekben, a vezetés parancsára várnak, és Mahmud Ahmadinejad elnök megfogadta, hogy újra lángra robbantja az iszlám forradalmat, és megesküdött, hogy eljön az a nap, amikor az iszlám uralkodik a világon. Hát ez megdöbbentő! Meg vagyok dervedve! Hát ilyet szerint. Már az antiszemitizmusnak egy újabb formája jelent meg, ami nehezebben rettenőkető, mint a 60 évvel ezelőtt. Úgy hívják antiszionizmus. Izrael ellen is. Vajgyű. Hát ezt pont nektek magyaráz. Művész úr, hát jó, hogy megtalálom. Jöjjön, hát folytatnánk a próbát. Ősz. Lehet ezt így folytatni? Van értelme így ennek? Művész úr, nézze, mit találtam! Nézze! Oda nézze, mit találtam! Ez is elképesztő! Minden megégett, körülöttem minden! De ez bezzeg megmaradt! Hogy is mondta? Megmentette valaki. A láthatatlan kéz. Igen, így mondta. A láthatatlan kéz. Így. Hát, megtöbbet.